Hollywoodot gyakran íri az a vád, hogy kifogyott a kreativitásból, kevés az igazi tehetség, és így tovább. Ez részben mondjuk igaz, de szerencsére mindig van néhány olyan multitalentum, akik megmutatják, miként is kell, vagy kellett ezt csinálni. Íme a számomra tíz legjobb közülük. Greta Gerwig A legfiatalabb alanyalistán és, spoiler, az egyetlen hölgy, ő színésznőként dolgozik többet, már több mint 40 színészi kreditje van, ám rendezőként eddig két filmével abszolút lett a névjegyét. A Lady Bird és a kisasszonyok is szuper lett, legközelebb pedig az igen érdekesnek tűnő Barbie mozit dirigálja majd. Reméljük ott is ki tud majd találni valamit, amiért nem volt hiba megelőlegezni neki itt a bizalmat. Robert Radford: ez az ember időtlen idők óta a szakmában van, rengeteget producerkedik, de természetesen a színészet és a rendezés az ő igazi terepe. Rögtön az első direktori munkájáért, az átlag emberekért megkapta a legjobb rendezőnek járó oszkárt, amit azért nem sokan mondhatnak el magukról. Legutoljára a 2012-es a hallgatás szabályait dirigálta, de nem maradtott vele osztatlan sikert, ettől függetlenül ő az egyik utolsó élő legendája Hollywoodnak. Ron Howard Őt leginkább rendezőként ismerik a filmkedvelők, pedig színészként kezdte a pályáját. Több mint 80 szerepe van, igaz, ebből elég sok a sorozat, de akkor is emberes teljesítmény. Moziban leginkább a 70-es, 80-as években láthattuk, és rendezőként elég rapszódikus teljesítményt nyújt, de míg olyan filmeket készít, mint a Rás, a Frost és Nixon, vagy az egy csodálatos elme, addig elnézzük neki ezeket a kilengéseket. Nem tervezi, hogy leállna a munkával, jelenleg is öt bejelentett filmje készül. Mel Gibson Azon ritka esetek egyik, amikor Hollywood visszafogadta a tékozló fiút, bár ezt még mindig sokan ellenzik. Becsületire legyen mondva, próbálkozik tisztességgel, elsősorban akciófilmekben tűnik fel, azonban a klasszikus visszatérést pont egy rendezésének köszönheti a fegyvertelen katona című filmért. Legnagyobb sikerét a második rendezésének köszönheti. Természetesen a rettenthetetlenről van szó, ami időtálló mestermű, de kipzon a brutális passióval vagy az apokaliptóval sem aprózta el. Rengeteg filmje készül jelenleg is, rendezőként pedig a passió második részével, illetve a halálos fegyver öttel bizonyíthat. Várjuk! Ben Affleck. Idővel én nagyon megszerettem ezt a bájgúnárt. Ez a szimpatizálás pedig 2007-ben kezdődött, amikor Affleck a zseniális hideg nyomon rendezőjeként megmutatta, hogy mit tud a kamera másik oldalán. Aztán jött a tolvajok városa, végül az argo akció, és úgy tűnik, hogy emberünk nem nagyon tud hibázni. Sajnos azért tud, mert az éjszaka törvénye annyira nem ütött nagyot, de egyelőre nem panaszkodom. Színészként is összeszedte magát, legutoljára a The Tender Barban láthattuk, amiért befigyelhetnek egy mellékszereplői Oscar jelölés. George Clooney Az imént említett a Tender Bar történetesen Clooney legújabb rendezése, és bár a film nekem elég felejtősre sikeredett, alapvetően egy kedves darab. Rendezőként a korábbi munkáit kell megemlíteni, úgy mint az egy veszedelmes elmevallomásai, a jó estét, jó szerencsét és a hatalom árnyékában, melyek mint szenzációs filmek. Nem hiába Clooney az egyetlen, aki büszkélkedhet egyszerre színészi, produceri, rendezői és írói oszkár jelöléssel. Orzon Veles. Az ember, aki 26 évesen az aranypolgár rendezője, társírója, producere és főszereplője volt. Azt hiszem ennyi elég is, de ezen felül is elképesztő filmográfiával rendelkezik. Színészként 129, rendezőként 62 kreditje van. Rengeteg rövid filmet írt és rendezett, de olyan klasszikus film noir mesterművel is büszkélkedhet, mint a gonosz érintése. Woody Allen, Remélem senkinek nem kell bemutatnom Ellen bácsit, aki kortalan és szinte minden évben futószalagon gyártja a filmeit a mai napig. Műveit írja és rendezi is, de a főszerepet is elég gyakran elvállalta, bár manapság már nem nagyon áll a kamera elé. Rengeteg mesterműve van, persze sok gyengébb darab is, de inkább bosszantó, hogy a 2013-as Blue Jasmine óta nem igazán készített emlékezetes darabot. Persze attól még vitathatatlanul nagy alakja ő Hollywoodnak. Charles Chaplin A filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja, néma és hangos filmjei egyaránt hatalmas sikereket arattak. Mondom sem kell, ő sem csak színészkedésből élt. Legismertebb műveit, mint a modern idők, a diktátor vagy az aranyláz, ő rendezte és írta is, de vágóként és zeneszerzőként sem volt rá dolgozni. Valami ilyesmire mondják, hogy zseni. Clint Eastwood Eastwood papát annyira sosem kedveltem túlzottan színészként. Persze a egy szerettem, a karaktere legendás, piszkos Harry például szintén hatalmas arc, de nálam ő rendezőként ért fel a csúcsra. Producerként és a zeneszerzőként is dolgozott filmeken, úgyhogy a sok sokszínűségére nem lehet panasz. Voltak baklövései, és legutóbbi alkotásaival sem öregbíti a hírnevét, de aki 90 évesen csinál egy Richard Jewell balladáját, vagy olyan műveket dirigál, mint a Grand Torino, a millió dolláros bébi vagy a titokzatos folyó, arra nem tudok mást mondani, mint hogy legenda. Ez lett volna az én kis listám azokról a színészekről, akik rendezni is tudnak. Ha esetleg kihagytam valakit, írjátok meg kommentben, aztán legközelebb találkozunk. Csácsz!